az alap, az egek kegei megrázkodnak, mikor visszajön az élet királya, mint a viasz megolva, a Sion csúcsa lehagyja az eget, leszáll a földre, megemésztő tűz jön ki belőle, ő a seregek istene, ő a seregek istene. Körülött a fény, hatalmas angyalok, kérubok, hatalmasok, igazi harcosok, igazi harcosok. Láthatod őt a felhők között, és megismerheted az igaz voltát, a kegyelem királyi valóságát, kihordozza Isten szabadságát. Hiába keresed, kutatod, nincsen ott, mert az élő és az ámen, kiben sötétség nincsen. Csak ragyogó fény, miben van elég kint, hogy a holnapot túlél. És várjad őt, ne bosszankodj arra, aki bűnben él. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodj, csak rosszra vinne, inkább várd az urat. Mert egy kevés idő és nincs gonosz, nézed a helyét és nincsen ott, és a szelidek és oktatásához is rögtön adjunk egy kis segédletet. Ide ki vannak készítve mellém a különböző méretű súlyzók, amit Levente használt, az a 2x5 kilós, ajánljuk elsősorban alsó tagozatosok számára. A következő 2x1 kilós súlyzó, azt felső tagozatosoknak ajánljuk, és a legnagyobbat, a 2x1,5 kilós súlyzókat, azokat a gimnáziumban tanuló elsősorban lányoknak, de fiúk is megpróbálhatják. Köszönjük szépen, Levente, még egyszer. Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a második hete a távoktatási programnak, és körülbelül most jutottunk el odáig, hogy már érdemben tudjuk ismertetni azokat az eredményeket és azokat a módszereket, ahogy a suliban a diákjaink tanulnak és a tanáraink tanítanak. Még egyszer szeretnék visszatérni az elején ahhoz az ige szakaszhoz, amiről a múltkor beszélgettünk, illetve én beszéltem, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egészszel kapcsolatos érzelmek és az egészszel kapcsolatos habitusban az, hogy az ember szeretet az érvényesüljön ebben is, ahogy most oktatunk. Azt az ige szakaszt olvastam föl, amit Jézus egy farizeusnak a kérdésére válaszolt, a Máté 22:37-ben találhatók ezek az igék, ahol arról kérdezték meg, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És Jézus azt mondta azon a helyen, hogy a legnagyobb parancsolat az Isten szeretete, teljes erőből, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, de a második, az hasonlatos ehhez, az az embernek a szeretete, hogy szeressük a fele barátunkat, vagy szeressük az embertársunkat, mint önmagunkat. Egy másik fordításban szeressük embertársunkat, mert olyan, mint mi. Ez egy nagyon nehéz és bonyolult rendszer, amit elkezdtünk pár napja működtetni. Nagyon sokféle érzelemmel, kérdéssel találkozunk ennek a kapcsán,
nagyon nehéz helyzetbe hozza egyrészt a járványhelyzet, másrészt az arra való felkészülés, az abból adódó problémák az embereknek nagyon sok csoportját, és egy külön, bár ehhez képest másodlagos, minket, rokonainkat, barátainkat, akár itt a közelünkben vannak, akár valahonnan távolból, akár egy másik földrészből tartjuk velük a kapcsolatot. Tehát a számunkra rendkívül fontos az, hogy ezekben az időkben is megmaradjon az az érzés a szívünkben, ami Istenhez szeretet formájában fejeződik ki, és cselekedetekben is kifejeződik, és megmaradjon az embertársakhoz, a felebarátokhoz való szeretet is. Miért fontos ez a távoktatásnak a szempontjából? Azért fontos, mert egy nagyon nehéz, soha nem próbált helyzetet kell megoldanunk, kell megoldani minden családnak elsősorban, minden diáknak elsősorban, és nagyon nehéz abból a szempontból is, hogy a tanároknak is egy eddig nem próbált dologra kell felkészülniük, és egy olyan dologba kell magukat gyakorolni, amit talán még két héttel ezelőtt sem gondoltak sokan, hogy ilyen módon, ilyen formában fogunk tanítani, fogunk információkat eljutatni a diákjainkhoz. És ebben nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük egymásnak a teherbírását, egymásnak a tűrőképességét, egymásnak a lehetőségeit, egymásnak a türelmét, egymás terhelhetőségét, és gondoljunk mindig a másikra. Gondoljunk mindig arra, hogy ahogy mi nem vagyunk egy ponton túl terhelhetőek, ahogy mi nem vagyunk egy ponton túl tovább feszíthetőek, a másik ember, aki olyan, mint mi, aki hasonló hozzánk, az ugyanúgy nem terhelhető tovább, és nem feszíthető tovább egy ponton túl. Sokan azt gondolják, hogy ez az egész helyzet azért is jött létre, mert az embereknek egy része az olyan tevékenységekkel foglalkozott, olyan tevékenységeket állított az életében első helyre, olyan tevékenységeknek adott prioritást, amik talán kevésbé fontosak, és sokkal fontosabb lenne a valóságot, benne magunkat, benne Istent és a világot megismerni. Nem tudom, hogy ezért jött létre ez a helyzet, nem értek hozzá, de mindenképpen lehetőséget ad a számunkra arra, hogy megálljunk, gondolkozzunk, eltűnődjünk. Annak ellenére mondom ezt, hogy egyelőre még, akik az oktatásban dolgoznak, és részben a diákoknak is, és nagyon nagy részben a szülőknek, sokkal több feladatuk és sokkal több terhük jelentkezett ebben a helyzetben, mint korábban volt. És ezt figyelembe kell venni az egész oktatásnak a megszervezésénél. Tehát a másik ugyanolyan, mint mi. Egy 5. századi, Krisztus előtti 5. századi görög filozófus, Protagorasz nevű, mondta azt, hogy minden dolognak a mértéke az ember. És bár lehet, hogy nagyon sok mindenben nem volt igaza, de abban, hogy figyelembe kell vennünk a dolgok kiszabásánál, hogy az ember micsoda, hogy az ember mire képes, az ember mennyire képes, ez nagyon fontos ezekben a napokban. Tehát kérem a tanárainkat is, kérem a diákjainkat is, kérem az iskola vezetésben a társaimat is, és kérem a kedves szülőket is, meg minden dolgozónkat is, hogy ezt fontolja meg. Nagyon sok információ ér minket, nagyon sok kérdés, kérés esik be, mint családokhoz, szülőkhöz, apákhoz, anyákhoz, diákokhoz, hozzánk, mint tanárokhoz is. És van ennek egy határa, van a terhelhetőségnek egy határa. Azonban nagyon-nagyon pozitív dolgokról tudok beszámolni a Bornemisza távoktatását tekintve. Nagyon aktív formában elindult a dolog, és ez az első hét, hogy igazából egy normál sebességre kapcsoltunk. Először szeretnék pár dolgot mondani a jelenlegi helyzetről. Mai reggel 9 óráig minden diákunk, vagy az általános iskolában az osztályfőnökétől, vagy a gimnáziumban a közvetlenül a szaktanáraitól meg kellett, hogy kapja az erre a hétre vonatkozó tananyagot, az erre a hétre vonatkozó leckéket, az, hogy mikor lesznek online órák, hogyha lesznek, nem mindenkinek lesznek, hogy mik azok a feladatok, amiket meg kell oldani. Tehát ezt ma reggel 9 óráig kellett, hogy eljusson részben a kedves szülőkhöz, a gimnáziumban pedig a diákjainkhoz. A
kitaláltunk, illetve bevezettünk egy platformot, amin majd az online kurzusok fognak folyni, tehát ami majd a távoktatás folyik. Ez a Moodle kurzus. A Moodle kurzus a Moodle-ben, tehát M-O-O-D-L-E betűkkel kell leírni, a Moodle, de látják is azt hiszem a képernyőn. A Moodle-ben is regisztráltak már kollégáink kurzusokat, összesen körülbelül 260 fölött tartunk már, olyan külön, ez nem egyes órákat jelent, hanem csoportokat, osztályokat és tanárokat egymáshoz rendelve. Tehát 260, a 12 évfolyamon összesen 260 kurzus fog elindulni a Moodle-ben napokon belül. Ebből természetesen az alsó tagozaton van a legkevesebb, ott 31 ilyen kurzus, a felső tagozaton már több, 81 kurzus, és a legaktívabbak a gimnáziumi tanáraink voltak ezeknek a hirdetésében, de ez jól is van így, mert hiszen ehhez a diákok részéről is szükségeltetik egy elég komoly informatikai írástudás, és ez ugye minél idősebbek a gyerekek, annál inkább elvárható. Ez a Moodle kurzusokkal jelenleg a helyzet. Még visszatérve az egész iskolára vonatkozó adatokhoz, a gimnáziumban is, és az általános iskolában is, az Újszász utcai általános iskolában is az elektronikus naplót a tanárok beírták, ott is követhető az, hogy hogyan lesznek ezen a héten a tantárgyak, az üzenőfalra föltöltötték az üzeneteiket, és elküldték. Ez 90% fölötti ezeknek az információknak az átadása jelenleg az iskolában, tehát nagyjából tudnak már tájékozódni a diákok és a tanárok is. Készítettünk egy közvéleménykutatást a múlt héten, Makai Ferenc kollégám még csinálták ezt, akinek köszönöm a munkáját ebben. Megkérdeztek több mint 100 szülőt arról, hogy mi a véleményük az első 2-3 napnak a tapasztalatai alapján. Ez, hangsúlyozom, még nem egy teljes hét volt, és még egy próba hét volt, próbanapok voltak, de az első 2-3 nap tapasztalatai alapján szeretnék néhány tényt elmondani. Már az első 2-3 nap alapján a szülőknek körülbelül 80%-a azt mondta, hogy minden órára megkaptuk a feladatot. Nekünk nagyon fontos az a 20%, aki nem kapta meg minden órára, ezt szeretnénk ezen a héten a 100%-ig közelíteni, ez a dolgunk. A vázlatokról, amiket a tananyagokban közölnek a tanárok, közel a fele azt közölte a szülőknek, hogy érthető a gyerekek számára, negyede azt küldte nagyjából vissza, hogy részben érti a diák, és egy negyede pedig azt küldte vissza, hogy 70-100%-ban, tehát nagyon gyakran szülői segítség szükséges. És itt nagyon szeretnék megállni, mert a múlt héten kértem önöket, kedves szülők, hogy legyenek a kollégáink és segítsenek, de természetesen ezt nem úgy gondoltam, hogy mi önöket terhelnénk. Tehát aki meg tudja oldani, segítsen, de mindent megpróbálunk, a feladatunk nekünk tanároknak mindent megpróbálni a diákoknak az oktatásában. Nyilván minél kisebbek a gyerekek, ez egyébként a úgymond normál oktatásnál is így van, annál nagyobb segítségre szorulnak, de mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy önöknek az egyéb elfoglaltságait, teendőit is figyelembe vegyük, amiket részben a különleges helyzet, részben egyébként a munkájuk az önök számára megszab feladatul. Itt egy olyan táblázatot mutatunk be, hogy milyen mennyiségűnek találták az órák tananyagát. Többségében a szülők úgy értékelték, hogy az órákra megkapott tananyagok azok elegendőek, megfelelőek. Ez nagyjából egy jó képet mutat. Volt egy olyan kérésünk is, ezt a negyedik ábrán, negyedik kördiagramon látják, volt egy olyan kérésünk is a tanárainkhoz, és a rendszer minden használójához, hogy próbálja meg abban az időkeretben mérsékelni a feladott tananyagokat, amire maga az itt jelenléti oktatás korlátozódik. Tehát nem jelenléti oktatás plusz házi feladat, hanem csak jelenléti oktatás. Tehát az a célunk, ha egy diák 25 órában
tanult a jelenléti oktatásban, akkor most összesen maximum 25 órába teljen neki foglalkozni a tananyaggal, azért, mert úgy gondoljuk, más nagyon fontos dolgokra is szükség van ebben az időben, olvasni kell, gondolkozni kell, értelmezni kell a valóságot. Akinek 30 órája volt, azt szeretnénk, ha 30 órában tanulna, tehát nem 30 óra plusz házi feladat, csak 30 óra. Akinek sajnos 35 órája volt, gimnazistáink mind ilyenek, vagy annál egy-két órával még több, azoknál se szeretnénk, ha több lenne. Tehát maradjon annyi, amennyi a jelenléti oktatás az iskolában volt, nem szeretnénk hozzátenni plusz dolgokat. Erre körülbelül a kétharmada a szülőknek úgy jelzett vissza, hogy igen, tehát megfelelő időkeretben meg tudja tanulni. Egyharmada a diákoknak úgy jelzett vissza, illetve a szülőknek, hogy egy picit több idő kell, vagy sokkal több idő kell a megtanulásához. Nyilván ez még az is indokolja, hogy a technikai eszközök használatát is be kell gyakorolni. Mennyire játszik szerepet, az ötödik ábrán azt mutatjuk, azt mértük fel, hogy mennyire játszik szerepet a tanulásban a szülői magyarázat. Hát több mint a fele, tehát majdnem 60%-a a szülőknek, hogyha jól látom, igen, közel 60%-a a szülőknek, az valamilyen mértékben segít a gyerekeknek, segít a diákoknak a magyarázatban. Mondjuk hozzáteszem, hogy ez az ábra általános iskolai szülők megkérdezésével, általános iskolába tanuló gyerekek szüleinek a megkérdezésével készült. Azt hiszem, hogy a gimnáziumban jobb vagy másabb a helyzet, bár nagyon jó édesapánktól, édesanyánktól tanulni, de másabb egy kicsit a helyzet abban, hogy ott talán önállóban tudnak már a diákok tanulni. A hatodik ábrán pedig azt kérdeztük meg, hogy az online oktatáshoz vagy távoktatáshoz zökkenőmentese a technikai háttér. 85% azt jelezte vissza, hogy igen, 15% azt jelezte vissza, hogy nem. Ezeken a pontokon majd próbálunk segíteni, majd elmondom, hogy miben fogunk tudni segítség, vagy szeretnénk segítséget adni. Tehát körülbelül így állunk most az órákkal, a tananyagokkal és azoknak a megszervezésével, és most elsősorban a tanáraink számára szeretnénk egy módszertani segítséget adni az online vagy távoktatásos tanóráknak a megszervezéséhez. Először egy példaként egy rövid videót szeretnénk bemutatni, hogy hogyan is zajlana ideális keretek között a távoktatás. Köszönöm szépen. Tehát körülbelül ez az a maximális képesség, készség, amivel meg lehet valósítani a távoktatást, és hát nyilvánvalóan még nem mindannyian állunk azon a fokon. Ez az óra, amit itt bemutat ez a videó, ez az OK Go nevű zenekarnak egy klipje. Ez az óra történetesen a gravitációról szól, amit súlytalanság állapotába vettek föl egy repülőgépbe, és hát mindezt közvetítették is távoktatás formájában, és rögzítették is az így elkészült tananyagot. Ez a maximum, amire törekedni lehet, de természetesen azt hiszem, hogy nem az irrealitás világában kell megfogalmaznunk a távoktatásnak a feltételeit. Tehát az a véleményem, hogy semmiképpen ne ezt próbáljuk, amit ez a videó bemutatott, hanem valami jóval egyszerűbbet próbáljunk meg a távoktatás formájában megcsinálni. Itt az ideje annak, hogy a tanári perfekcionizmusunkat, amiket remélem, hogy elsősorban magunk felé alkalmaztunk az elmúlt évtizedekben, tehát hogy ezt a tanári perfekcionizmusunkat egy picit visszavegyük és visszátoljuk, és itt az ideje annak, hogy megpróbáljunk a legegyszerűbb módszerektől kezdve fölépíteni órákat, fölépíteni tananyagokat, úgy, hogy aki semmilyen formában nem tud például bekapcsolódni az internetes oktatásba, semmilyen formában nem tud bekapcsolódni az online oktatásba, az is tanulni tudjon pusztán azokból a feladatokból, amit kiadunk, vagy a könyvekből, tankönyvekből, amik otthon megvannak, amik otthon rendelkezésre állnak. Nagyon szeretnék nektek ebbe segíteni, kedves tanártársaim, kollégák,
hogy megtaláljuk ezt a módot, azért is, hogy ti se legyetek túlterhelve, azért is, hogy nektek is maradjon időtök arra, amivel foglalkoznotok kell, sokatoknak családja van, és sokatoknak egy szüksége van velem együtt egy olyan lelki, szellemi életre, amiben oda tudunk fordulni Isten felé, és oda tudunk fordulni a magunk dolgai felé is. Tehát semmiképpen nem akarjuk sem a diákjainkat túlterhelni, sem benneteket túlterhelni, hanem azt szeretnénk, hogy egy normális munkarendben, munkaidőben tudjanak történni a dolgok. Természetesen tudom, hogy az első hét egy nagyon nehéz átállás technikailag is mindenkinek, próbálunk segítséget adni. A hét második felében azokról az online tananyagokról, amiket az Oktatási Hivatal ajánlott és elérhetővé tett, próbálunk majd online oktatás keretében a tanárainknak bemutatót tartani, hogy ők is megismerkedjenek ezzel, közvetlenül a saját kollégáinkon keresztül. Lesz néhány ilyen tematikus, ahol ezeket az ajánlásokat földolgozzunk majd. Próbálunk majd technikai segítséget is, további technikai segítséget adni, például a Moodle kurzusoknak a tartásáról tanároknak Horváth Róza fog tartani kedden és csütörtökön délután 5 órakor online oktatást, tehát kedden és csütörtökön délután 5 órakor fog erre sor kerülni. És nem csak tanároknak, hanem diákoknak, és ha a szülők kíváncsiak rá, akkor természetesen szülőknek is. Szeretnénk majd online módon, amit majd rögzítünk és YouTube-on is meg lehet nézni, egy oktatást tartani az elektronikus leveleknek a kezeléséről, mert nagyon sok nehézség abból adódik, hogy alapvető dolgokkal egyelőre nem vagyunk tisztában, vagy hozzám hasonló a digitális írástudás alacsonyabb szintjén állók, mint amilyen én vagyok, például a levelek könyvtározásával, az e-maileknek a rendezésével nem teljesen vagyunk tisztában. Tehát próbálunk ezekben segítséget adni. Mai nap már rögzítünk egyébként olyan videós órákat Pécsi tanárúrral és Seregi tanárúrral, ami napokon belül fölkerül majd a YouTube felületünkre, és majd külön szeretnénk az érettségizők számára is programokat csinálni, videókat csinálni, és azt gondolom, hogy több tanárunk is befog majd ebbe a munkába, és be fog ebbe a munkába szállni, és segíteni fog ezeknek a videó felvételeknek a készítésében. Most egy következő részben kérdésekre szeretnénk válaszolni. Előzetesen arra a felületre, ahol kérdéseket lehetett föltenni, azt hiszem, hogy látszik ennek a képe is, ennek a felületnek a képe is a tévén, tehát látják a televíziónak vagy a számítógépnek a képernyőjén. Van egy gyakori kérdések oldalunk, amire lehet kérdéseket elküldeni a Bornemisza-nak, és ezeknek az igazgatói tájékoztatóknak a keretében is, meg természetesen visszaküldött válaszok keretében is próbálunk ezekre válaszolni. Tehát most ezekre a gyakori kérdésekre szeretnénk válaszolni. Valamilyen sorba rendezte itt az asszisztensem Levente. Szia, szia, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Sziasztok. Ezt egy picit lehajtjuk, hogy... Először a Google Form-ba, amilyen kérdések érkeztek, azokból fogok itt szemezgetni egy párból. Az első kérdés az, hogy be lehetne osztani máshogy a megkapott tananyagot, például napi egy tárgy. Tehát nem az órarend szerint haladni, hanem egyénileg. Az a helyzet, hogy nekünk most abból kellett kiindulni, amink van, és ezeken a felvetéseken, amik különbözőek, tehát akár arra vonatkoznak, hogy ne egy hétre előre küldjük el a tananyagot, hanem közvetlenül abban az órában küldjük, akár arra vonatkoznak, hogy valamilyen más órarendet valósítsunk meg, most nem időszerű ezeken töprengeni. Nekünk egy világos rendet kellett kialakítani, amiben egymáshoz tudnak alkalmazkodni a tanáraink is az órákkal, és a diákjaink is az órákkal, és ezért döntöttünk a hagyományos órarendünk megtartása mellett, mert az online bejelentkezések, hogy ne ütközzenek, azt így lehet elkerülni, és nagyon sok egyéb szempontot is. Amikor egy békésebb állapot visszaáll majd, amiben nagyon bízunk, akkor végig lehet gondolni az egész távoktatási koncepciót ennek a néhány, remélem csak néhány hétnek a tapasztalatai alapján,
és föl lehet majd állítani olyan rendeket, rendszereket, amik esetleg jobban szolgálják a céljainkat. Most arra kellett nagyon ügyelni, hogy zűrzavar ne keletkezzen, vagy minél kisebb zűrzavar keletkezzen, minél kisebb anarchia és káosz keletkezzen a rendszerben, és erre a legalkalmasabb ez a módszer volt, hogy az órarendünk szerint haladunk. Ez nem azt jelenti, hogy az órarendünk minden órájában lesznek online órák, egyelőre ezek még nagyon kis számban kerülnek majd sorra. Tehát nem ezért kell, hogy így haladjunk, de hogy a leckéket egy jó elvégezhető rendben ki lehessen adni, maradunk az órarendnél egyelőre. Oké, köszönöm szépen. Nem tudom, biztos hasznos volt, aki feltette, meg lett válaszolva. Második kérdés, hogy mit tehet, akinek nincs elég rendelkezésére álló számítógépe, vagy ilyen elektronikus eszköze? Igen, váratlanul ért minket is ez a helyzet, de következőket szeretném mondani. Nagy vonalú fölajánlást kaptunk olyan cégektől, akik hát részben a nevük elhallgatását kérik, de a számunkra, az iskola számára átadtak már néhány gépet, és még további gépeket át fognak adni a napokban a hét során. És ezért írtunk egy levelet a szülőknek, hogy ahol nem tudják megoldani, mert több gyerek tanul, vagy egyáltalán nincs ilyen berendezés, hogy próbálunk segíteni. Ezeket a kéréseket a napokban sorba fogjuk állítani, és dönteni fogunk, hogy milyen sorrendben mennyit tudunk ezekből kielégíteni, hova tudunk adni gépeket. És ezekről az érintetteket majd értesíteni fogjuk. És még egy dolog, hogy önök nagyon sokszor támogatják iskolafejlesztési támogatás keretében az iskolát pénzekkel, anyagiakkal, amit most így ebben a formában is nagyon köszönünk, és az a célunk, hogyha ez folytatódik, akkor ezekből az összegekből most nem annyira az építkezéseinkre fogunk ebben a tanévben vagy ebben a fél évben fordítani, hanem előre vesszük ezeknek a kölcsönözhető informatikai berendezéseknek a beszerzését. Tehát igyekszünk ilyeneket beszerezni és rendelkezésre bocsátani, de természetesen nem tudjuk teljesen megoldani ezt a dolgot, és ezért is kérem azt minden tanárunktól, hogy koncentráljon arra is a tananyag kiadásánál, hogy az tankönyvekből, írott könyvekből is megtanulható legyen, amik otthon rendelkezésre állnak. A tankönyvek egyébként részben itt maradtak az iskolában, erről majd fogunk még beszélni. Szuper, egy nagyon rövid és kurta, de lényegre törő kérdés következik, hogy tavaszi szünet meg lesz-e tartva? Tavaszi szünet az ugye a húsvét előtti két nap és a húsvét utáni egy nap. Valószínűleg ezek meg lesznek tartva, hiszen ezek állami munkaszüneti napok is, és általában törekszünk arra, hogy a munkaszüneti napok a szombat és a vasárnap is meg legyen tartva, és erre kérek minden kollégát is, és minden kedves diákot és szülőt is, hogy törekedjenek erre. Nagyon fontos az, hogy az emberi életnek egy normális rendje, amit nem mi emberek találtunk egyébként ki, hanem benne van magában a természetben, és így lett megteremtve, és így lett megalkotva, ez megmaradjon. Tehát az éjszaka maradjon, a nappal maradjon, a munkaidő maradjon, és a pihenés maradjon, és a szombat maradjon, vagy a szombat a szombat legyen, és legyen idő a pihenésre, legyen idő a elmélyülésre más dolgokban is, hogy például azokat az olvasási restanciáinkat is, vagy akár a családban, a kapcsolattartásban való hiányosságainkat most be tudjuk pótolni. Szuper. Következő kérdés, hogy az ebédbefizetés szüneteltetik-e? Igen, ha újra megkezdődik az iskola, időben folytatólagos ebédellátás várható-e? Bocsánat, csak ez volt a második fel a kérdés. Nagyon remélem, hogy várható folytatólagos ebédellátás. Természetesen most nem kell befizetni a következő időszakokra vonatkozó dolgokat, hanem akik eddig befizették, azoknak majd be fogjuk számítani. Hogyha a tanévben még lesz tanítás, akkor a tanévben az ebédeknek az árába, ha pedig a tanévben már nem lesz tanítás, akkor nyilván vissza fogjuk téríteni ezeket a beérkezett összegeket. Köszönjük. Következő kérdés, hogy lehetne más online felületet használni, zárójelbe Google Classroom, vagy hogy minden tanár egy online felületet használjon?
Azt kértük a tanároktól, hogy aki eddig még nem használt online felületeket, azok a Moodle-re jöjjenek rá. Ez sokkal egyszerűbb a diákoknak is, szülőknek is és a többi tanárnak is, hogyha ezen képezünk csoportokat, mert ott egy helyen látja akkor a feladatait, így is az a probléma, hogy nagyon sok információ árad ránk, a diákokra is, tanárokra is, kedves szülőkre is. Tehát ezt a rengeteg információt feldolgozni, amik egyrészt az új helyzetből adódnak, egzisztenciális kérdésektől, járványügyi kérdésekig, akkor próbáljuk, hogy a tanulás vagy a tanítás a lehető legegyszerűbb legyen. Természetesen azok a tanárok, akik nagyon begyakorlottan használnak már korábbi platformokat, és nem akarják ezt a, vagy nem tudják most azt megtenni, hogy áttérjenek a Moodle-re, ezt is megértjük, ők fogják használni ezeket a felületeket, de az iskola egységesen, akik új kurzusokat hirdetnek a Moodle-ben, fogjuk a kurzusokat hirdetni, csak azok a tanárok hirdetnek más felületeken kurzusokat, akik eddig is használták ezeket a felületeket. Szuper, most átterünk a Facebookon feltett kérdésekre. Rengeteg kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy meg lehetne oldani azt, hogy a végzősök ne kapjanak házit, és hogy csak a tananyagot kelljen megtanulniuk most, mert úgy érzik, hogy nagyon sok feladatuk van, sokkal több, mint eddig, és ez különösen a végzősöknek a visszajelzése. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a lényegre kell koncentrálni, egyébként is az életben a lényegre kell koncentrálni, de most nagyon a lényegre kellene koncentrálni az érettségizők esetében. A kötelező érettségi tárgyakra, tehát a többi tárgy, én szerintem egy önmérsékletet kell, hogy gyakoroljon, tanúsítson, a kötelező érettségi tárgyakra kell koncentrálni, és arra, hogy az érettségi tételekre, az érettségi vizsgakövetelményekre, azokra föl tudjanak készülni a diákjaink. Több terve van az oktatási hivatalnak, hogy ezt hogy fogja megvalósítani. Legjobb esetben arra kell készülnünk, hogy ez május első napjaiban valamilyen formában az érettségi le fog zajlani. Tehát mindent meg kell most tennünk, hogy a következő 5-6 hétben a munkánkat annak rendeljük alá. Tehát mértékletességet kérek minden kollégától, és azt kérem, hogy hagyjuk az érettségizőket, hogy koncentráljanak, tanuljanak, ebben adjunk meg minden segítséget. És egyébként a távoktatás jó alkalom arra is, hogy a differenciálást kialakítsuk az oktatásban. Tehát én azt kérem, hogy mindenki határozzon meg egy minimum követelményt, amit normálisan meg lehet tanulni, ez az 5-ös. Hogyha ezt megtanulják, ez az 5-ös. Ez a minimum követelmény, amit megtanulnak, ez az 5-ös. Ez nem a 4-es, nem a 3-as, nem a 2-es, hanem ez az 5-ös a minimum követelmény. Ahogy mi tanárok is látjuk, hogy ez nagyon-nagyon nehéz ebben az új formában kommunikálni elsőre. A diákoknak, szülőknek ugyanilyen nehézséget okoz, tehát el kell képzelnünk, hogy a másik ugyanebben a helyzetben van, mint amiben mi vagyunk. Tehát türelmet kérek, mértékletességet kérek. Viszont lehet differenciálni az 5-ös fölött, a 2-5-ösért, vagy a csillagos 5-ösért, vagy a 6-osért, mint Szabó Imre tanár úr, 6-ost is az iskolában, sőt azt hiszem 7-est is klasszis, adott már. Klasszis, igen. 7-est is adott már, tehát ezekért a jegyekért, vagy akár csak azért, hogy még jobban egyes képességeket elmélyítsünk, tudásokat átadjunk, lehet differenciálni, tehát lehet olyan plusz anyagot föladni, ami titeket sem terhel meg, kollégák, azoknak a kijavítása, de azok a diákok, akik jobban el szeretnének mélyülni és aktívak, jobban tudnak tanulni, többet akarnak tanulni, azok tanuljanak. Viszont mindenkit kérek, minden diákunkat is arra, most nagyon az ember az önmaga lelki ismeretével néz szembe abban a tekintetben is, hogy mire használja ezt az időt. Használjátok a legjobbakra, és a második legjobb dolog tanulni, az első legjobb dolog pedig keresni Istent ebben a helyzetben, és erre a két dologra használjátok. Szuper, köszönjük szépen! Amúgy, ha van még kérdése a kedves nézőnknek, akkor nyugodtan tegyék fel kommentbe, mert folyamatosan kapom itt az update-eket, és be tudjuk még olvasni. Hogyha nincs viszont, akkor az utolsó két kérdéshez érkeztünk. Önből az egyik, hogy milyen egyéb segítséget kaphatunk a programok elsajátításához, az elektronikus átálláshoz. Szeretnénk erről a Facebookon, YouTube-on, és hát főleg ezen a két csatornán, oktatást tartani, tehát lesz a héten olyan bemutató, amiben magát azokat a platformokat fogjuk bemutatni, ahol tanulni lehet, tehát ezt majd hozzáértők fogják tartani ezeket az órákat, illetve a tanárainknak is szeretnénk ebbe segítséget nyújtani. Szuper.
És az utolsó ilyen kérdés, amit még előzetesen tettek fel, hogy a tankönyvekért, a itt maradt tankönyvekért be lehet-e jönni, milyen formában, hova, mikor? Az Új Szász utcában maradt tankönyveket nagyrészt elvitték a szülők, ezt nagyon szépen köszönjük. A Száva utcai általános iskolából is elvitték nagyrészt a tankönyveket, ezt is köszönjük, ennek most jó hasznát veszik otthon a gyerekek. Körülbelül 100 gimnazistának maradtak itt egy-egy könyve, vagy néhány könyve. Ezt itt az auditoriumban, ahogy azt hiszem a fotón is lehet látni, a könyvtárosunk összerendezte, mégpedig név szerint, tehát minden tanulónak szétválogatta a könyveit, aki itt hagyta a könyveit. Azt kérjük, hogy ezen a héten, a csütörtöki napon reggel 8 órától délután 4 óráig, vagy a pénteki napon reggel 8 órától délután 4 óráig, aki tankönyveket itt hagyott, gimnazista, nyugodtan jöjjön be a Száva utcába és innen elviheti. Higgyétek el, sokkal könnyebb lesz könyvből tanulni, mint kitalálni azt, hogy mi van a könyvben. Köszönjük szépen. Igazából egy olyan kérdés jött, amire szerintem már részben megválaszoltad, meg igazából csak így pontot lehetne tenni a végére, hogy lehetne-e, hogy a rajz, tessi, ilyenek kevesebb figyelmet kapjanak, de igazából erre válaszoltál, hogy lehetne. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy az érettségizőknél ez nagyon fontos, hogy egy prioritást állítsunk föl. A többi órát természetesen a többi évfolyamon megtartják a tanárok és feladják a feladatokat, de általában minden tanárunkat arra kérek, hogy férjen bele az itt a ezen a helyen egyébként az iskolában töltött időbe, férjen ez bele. Nagyon fontos egyébként a testnevelés itt a program elején is, bemutattad Levente nagyon felelősségteljesen, hogy fontos megőrizni az embernek az izomzatát, jó kedvhez is ez azt hiszem hozzájárul, ahogy téged elnézlek, te nagyon sok testnevelés órán domborítottál, és innen is szeretném megköszönni Borbás Józsefnek a segítségét ebben. Van egy külön dicsőségfal, ahol a te eredményeid föl vannak az iskolába sorolva. Ezt tehát, nem láttam. Majd adott esetben megmutatlak, végigvezetlek itt az iskolában, hogy olyan helyeket is láss, ahol még soha nem jártál. Tehát köszönöm. Nem is számítottam, hogy ilyen megtiszteltetések. Minden megpróbálunk a diákjainkért, és különösen a volt diákjainkért. Ez nagyon, nagyon szuper. Köszönöm szépen, Levente, a segítségedet. És most engedjék meg, hogy még egy pár szót szóljak befejezésként, a mai programunk befejezéseként. Az elején hangsúlyoztam, hogy olyan formában működjünk együtt, ami az Isten szeretet és az ember szeretet törvényének, normájának megfelel. És ebben a helyzetben kérem azt, hogy mindenben támogassuk és segítsük egymást. Mi egy nagyon komoly közösség vagyunk itt az iskolában, és nagyon nagy erő van abban, hogyha valaki elfárad, valaki meggyengül, valakinek nem engedi tovább az ereje, nem engedi tovább az ereje, azt mások segítsék, mások támogassák. Nagyon sok támogatásra lelhetünk a családunkban, de nagyon fontos a kollégáknak egymás iránti támogatása, a diákoknak az egymás felé való támogatása, nagyon fontos a tanároknak a támogatása a diákok felé, és fordítva is a diákok támogatása a tanárok felé. Nagyon sokat tehetünk egymásért, és érezzük ebben a helyzetben nagyon sok felajánlásból és megkeresésből, hogy szeretnék önök is, kedves szülők, ezeket a támogató rendszereket működtetni. A legfontosabb támogató rendszerek azonban szellemi cselekedetek, szellemi dolgok, ahogy támogatni tudjuk egymást. Jakab levélnek a végén szerepel az a szakasz, amit szeretnék felolvasni, és egy pár szót még mondani róla a Szent Pál Akadémia fordításában. Jakab a következőkkel zárja, ez egyik záró üzenete a levelének. Szenved valamelyikőtök, imádkozzon. Jókedvű valaki, énekeljen dicséretet. Beteg valamelyikőtök, hívja magához a gyülekezet véneit, és azok imádkozzanak fölötte. Természetesen ez most fizikailag nem tehető meg. És kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hit imája meg fogja szabadítani a beteget, és az Úr talpra fogja állítani. Ha pedig bűnt követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg egymásnak vétkeiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Nagyon hatékony az igaz ember erőteljes könyörgése. Illés ember volt ugyanilyen érzésekkel, mint mi, de teljes szívéből imádkozott, hogy ne essen eső, és nem esett eső a földre 3 évig és 6 hónapig. Aztán újra imádkozott, és az ég esőt adott, a föld pedig meghozta gyümölcsét. Jakab itt az emberi életnek különböző szintjeit, szükségeit veszi sorra. A betegséget, a bűnöket, különböző problémákat, és magának a természetnek is az állapotát a végén sorra veszi. És azt mondja, hogy mind ebben az ember tudja segíteni a másikat. Megvannak azok az utak, megvannak azok a közeledési módok, ahogy Istenhez közelíteni tudunk, és ahogy embertársainkhoz is, egymáshoz is közelíteni tudunk, ahogy egymást segíteni tudjuk. Elsősorban a közbenjárás és a könyörgés, az az imádkozás az, ahogy segíteni tudjuk egymást. Erre minden távolságon és minden időn át lehetőségünk van, hiszen maga az ima olyan dolog, ami minden távolságon és minden időn áthat és átmegy. Ehhez nem kell egymással egy teremben lennünk, egy helyen lennünk, tudjuk ezt gyakorolni. És tudjuk az egész helyzetért, a természet állapotáért, a járványnak az állapotáért is tudjuk az imádkozást gyakorolni, és egymás segítését gyakorolni. Szintén Jakab is azt mondja, amire a mai adás első részében hivatkoztam, hogy az emberi természetnek is, és az emberi érzéseknek is van egy mértéke, van egy mércéje. Sokszor azt gondoljuk, hogy az olyan kiváló emberek, mint Illés, akit itt Jakabnak a szavai említenek, azok messze fölötte vannak valamennyiünknél, hogy mi nem vagyunk képesek megtenni, amit ők megtettek. És valóban nagyon is különleges ajándékokkal és különleges karizmákkal rendelkezett Illés, különleges módon végezte, amit végzett és élte az életét, és talán tekintélyben is az egyik legnagyobb prófétája az Ószövetségnek. Mózes mellett az Ószövetség egyik centrumának, vagy az egyik legfontosabb szereplője az Ószövetségnek, mikor Mózessel együtt ő jelent meg a 3 apostolnak és Jézusnak egy magas hegyen. Tehát rendkívül fontos szereplője az Ószövetségnek, és itt mégis Jakab nem arra hívja fel a figyelmet, hogy ő mennyi mindenben különbözött tőlünk, és mennyi mindenben kiváló volt nálunk. Igen, nagyon sok mindenben különbözött tőlünk, és nagyon sok mindenben kiváló volt nálunk, de az érzései, az emberi érzései és az emberi természete az ugyanaz volt, mint mi nekünk, mint a mi számunkra is. Isten senkitől sem kíván ebben a helyzetben valami olyasmit, amit ne tudna megtenni, csak azt, hogy vegye figyelembe, hogy ezek alapján az emberi érzések és emberi mérték szerint működnek mások is, és a szeretetét ebben az ember, ezek között az emberi mértékek között próbálja megosztani. Tehát csak annyit, amennyit ebben a helyzetben tenni bírunk, annyit viszont én azt kívánom önöknek, hogy tegyünk meg egymásért. Köszönöm szépen a támogatásokat, Isten áldja meg önöket ezekben a napokban. Azt mondja, tart még a kegyelem napja, s olyan erős.